Az eddigi információk arról szóltak, hogy az erőmű az ma a piaci árnál magasabb áron tudja egy szerződés alapján eladni az áramot a magyar államnak. És a magyar állam köteles ezen az áron átvenni az áramot, és azt gondolom, hogy nem kedvező a magyar államnak. Ez a szerződés, mint most már kiderült, 2008. augusztusában kötetett, a Gyurcsány kormány idejében, és egy hosszú távú, mert hogy 15-ig tart, tehát 15-ig ad egy rendkívül kedvező feltételt, ad egy lehetőséget 2015-ig egy extra profit zsebre tételéhez. Most ezt a szerződést nyilván meg kell ismerni, ezért voltam az MVM ZRT-hez, és arról tájékoztattak, hogy van egy titoktartási záradéka ennek a szerződésnek, mert hogy a szerződés minden része bizalmas információnak minősül, és ezért, mondták ők a hét közepén, nem tudják nekem biztosítani csak akkora betekintést, hogyha a Mátrai erőmű is hozzájárul ehhez a dologhoz. Na, tegnapi nap folyamán a Mátrai erőmű hozzájárult, így aztán jövő héten csütörtökön kapok lehetőséget arra, hogy egyszeri betekintést hagy csak végre. Nyilván ezzel élni fogok, ezzel a lehetőséggel. Arról tájékoztattak, hogy megkezdték az MVM-nél a szükséges dokumentumok előkészítését. Tehát élni fogok ezzel a lehetőséggel, és nyilván, amikor megismerem a szerződés tartalmát, akkor tudom azt eldönteni, hogy akkor hogyan megyünk tovább. A Mátrai Erőmű ZRT igazgatóságának elnöke ma elhozta a szerződésnek egy részét, ön mégsem élt a betekintés lehetőségével. Miért? Hát én az MVM-nél kezdeményeztem ezt a betekintést egyfelől, de mégiscsak a magyar államhoz tartozó cégnek a működése az érdekes a számomra, illetve az itt hozott döntések. És hát mivel így tájékoztattak, hogy itt egy fontos és részletes előkészítésről is van szó, ezért én az MVM-nél szeretném megnézni azt, ami ott található. Valaska úr pedig a sajtótájékoztatón hirtelennyében ide pördült, meglobogtatott egy papírost, de ez az akció és az ő általa mondottak, hát azért némi zavarba vannak, némi ellentmondásba vannak azzal, amit egyébként az MVM nekem írt.